Na csá, papikáim, üdv a csatornán, Keeper jelentkezik. Hát megpróbáljuk ezt a játékot, Battlefield 1, ugye ez a kis intro szerintem így kellőképpen szuper bevezetés volt. Első világháború elvileg, nem játszottam a játékkal egy percet se. Nem tudom, remélem a grafikai beállítások azok úgy nagyjából jók. Megnézzük, hogy mégis mire lehet számítani. Megmondom őszintén, annyira nem szeretem az ilyen nagyon kaotikus játékokat, remélem, hogy valamilyen szinten egymagam is tudok majd benne érvényesülni. És nem csak az lesz, hogy rohanok 200 társammal majd a front vonalon. Hoppá. Az igen. Ott ment egy tank, baszott. Nem tudom, az FPS ez mennyire lesz jó, vagy mennyire nem lesz jó, nem tűnik olyan rossznak. Viszont a grafika az se tűnik valami nagyon jónak, vagy... érdekes. Na mindegy. Milyen fegyverem van vele? Nem vagyunk jók FPS téren. Jó, milyen fegyver ilyen attolja a tárat, beszarás. Az is ellenség. Nem gyenge. Kicsit arkádos ez a célkereszt megjelölés. Gondolom kijött konzolra, meg Xboxra, PS4-re, mindenre. Jó, ezzel meglőttek. Ó! Annyira bátor voltam, gyerekek. És ilyenkor felmegy a HP-n, vagy pedig nem? Egy pisztoly, hogy fel tudom venni. Ja, felmegy, már megint 80% HP-n van, az a tipikus. Az mi volt? Elrepült a fabazze. Nem tudom, hova kell menni, abszolút nincs semmi térkép vagy ilyesmi. Itt üldözöm az embereket, azt mondja, nyit. Vazaj, ez velünk van. Faszt! Granát, mennyi? Milyen vagy, ez nagyon durva. Elfogyott a lőszerem. Szórakozzá. Ez itt tartsam a helyemet, kösz. Hát. Mivel veszed fel, jó? Ásóba az a milyen ásó? Ne! Meghaltam, baszod. Kiírja a nevemet, jó van. Vagy itt meg kellett halnom, ez volt a küldetés. Vannak ilyen kis jó szituált játékok, hogy itt kicsesznek velem. A hülye, mi van? Nem a másik oldalon vagyok, vagy mi? Beszorás. Beszorás.
Pont egy Zeppelin. Jézus Mária. Nem, ahol az a szétlőtték az állásomat. Mi az, sörétes? Jó, ez hover. Van kihajolás? Miért nincs kihajolás egy FPS-be? És annyira beleilleszkednek a környezetbe ezek a hülyék. Fogalmam sincs, honnan lőnek. Tehát ugyan a HP-m. Van itt pakolva, de? Granát, mennyi? Gyerekek, ez mi ez a lehetetlen küldetés? Ne haragudjatok, de folynak be az emberek, arról szól az egész. Tényleg? Ennek így kell lennie? És tényleg, abszolút nem tudok semmit erről a játékról, aztán... Kezd szivatni. Folynak be az emberek mindenhol. Watch the window, persze. Nem tudok figyelni, ne? A buzi. És elfogy a lőszered. Az anyád úristen, itt hülye vagy. Jó, meghaltam. New killing machines, like the tank, changed the shape of the war overnight. Úristen, ezt nem értem, gyerekek, most nem azért, de ennek az történet szerint meg kell... Hoppa, mi ez? Hol vagyunk? Vazzunk, tank vagyok, hallod, megőrülök. Öcsém! És ez mi, ágyú? Azt a betyár úristenit! Hát, ha komolyan mondom, kapkodom a fejem. De egyébként ilyen gyorsan nem ment egy első világháborús tank szerintem. Ez nagyon beteg. Egy lőszer van, oké. Húzingálják a izéket. Ez a Mark 1-es, ugye? Vagy a Mark 2-es tank? Nagy ötlet volt, mi annó? Na, lőni kell valamit? Na, hol van? Hol kell lőnöm? Ott vannak a buznyákok, ah! Jó, de súztam. Frame problémák vannak, tudom. Ez egy francia. Azok a miénk? Biztos, ami biztos, nem igaz? A feszállat. Ez a kosz, ez a mocsok, meg ez a sár, ez nagyon beteg itt. De egyébként sokkal jobban tetszene a sivatagos rész. Ez nem nagyon jön be nekem. Láttam olyan screenshotokat, meg... Ez kicsávó. Ezt leütöttük, vagy mi van? Fight me. Hát nem lettem volna egy ilyen tankba se üldögélni, de mondjuk ott inkább nem futkoznék kín. Ezt a baszod. Ezt a hülye. Igen, hát ugye ezzel oldották meg az első világháborúban az állóháborút tankokkal, mivel ugye át tudtak törni a vonalakon. Csak ugye, jó, ezt ki fognak lőni minket szerintem. Ugye azért alakították ilyen formájúra, hogy a lövészárkokon át lehessen menni vele.
Ajaj. És meghaltunk. Igen, és akkor ezek szerint meg kell mindig halnom. Paszarok, bazze. Ugye ez ellen biztos, hogy nem tettem semmit. És így ez az egész, ez az első pálya. Oda nézzetek a mustárgáz, beszarás! Kurva élet! Hülye vagy, ez nagyon beteg, bazze, hogy itt... Ugye itt az első világháborúban vetették be a mustárgázt először, ugye mustárgáz csak a színe miatt a... Nem mustárból csinálják természetesen, fogalmam sincs kit kell lőni. És nincs semmilyen célkereszt, hogy valami, hogy hova kell menni, vagy majd nem célkereszt, hanem map. Úgyhogy valószínűleg, hogy itt is meg kell döglenünk a csába. Hát ez menjünk előre, jó, valami lesz. Frame problémák vannak, majd kicsit orvosolom. De most nem akarom állítgatni a grafikát, biztos újra kell indítani miatta. Hű, a gyereket, elkapta valami. Langszóros köcsög. És ezzel nem tudok zoomolni ezzel a fegyverrel. Ó, baszod. De mindjárt meghalok szándékosan. Hol, vagy nem tudom, nem akarok. Granát, hülye. Te meg mit állsz itt, bazai Jenő? Hát próbáljunk meg előre nyomulni, bár ezek szerintem jönni fognak folyamatosan. De figyelj, de egy-két tag az így lazán van. Pörköli a csávó, nem számít. Ez felrobbant, bazus. Bazus. Ez a megymag köpködő fegyver, ez elég lol. Meg nem azért, de a mesterséges intelligencia... Vagy... kivetni valót maga után. Ja, az nem pisztoly, hanem az csak fegyver, érted? Ezt fel tudsz venni akármilyen fegyver, csak pisztolyként jelöli, és ebben az időben nem nagyon tudsz látni semmit. És akkor most felvettem a másik megymag köpködőt. És szerintem lebombáztak minket. Egy tüzérség vagy bármi. Ja, vagy megint máshol vagyok, beszélek. Mi a fasz? Komolyan mondom, már kezd erős lenni nekem. Menjünk feredékbe. Legalább próbáljunk meg túlélni egy 3 percet tovább. Kurva élet! Jó, tüzérség volt. Ne szórakozzam, mi ez? Ennek így kell lennie? Nem tudom kapkodni a fejem jobbra-balra. De Isten, ez majd megmutatja a háború poklát, gyerekek, mi? Hoppa. They push. We push. Ez jó, ez a kép, gyerekek, ez az izébe emlékeztet, a Ryan közlegény megmentésébe volt valami hasonló. Amikor a késsel mi küzdöttek, hú. Just out of reach. Júj, de szép kép. The war is the world, and the world is the war. But behind every gun sight is a human being. Ezek a sivatagos küldik, ezek érdekelnek nagyon. Ezek űvonat. Ilyen páncélvonat volt. We are the honorable and the criminal. De jó képek, mennyire kontrasztos ez a sivatagos rész a, azzal a... és van ilyen, ilyen füves, fás, zöld. Gyerekek, ez nem lesz szar, én úgy érzem. Jó, szuper. Most következő helyszín? Mi ez? Ja, egy ilyen izé térképen válogathatok? Storm of Steel. Ott voltam, azt hiszem. És akkor most állok oldott a következő. Meg itt is mehetek tovább, és repülővel is lehet menni? Vagy ez micsoda? De tudod, hogy tök jó meg van csinálva a gyerekek, mint egy ilyen izén. És nem nagyon látni, ugye ez Franciaország? Ez is? Itt talán ugye Olaszország ez még. Jó, na, most már így, aha. De jól néz ki, figyelj, itt van a izé, ugye ez a sivatagos rész.
arabok. Ez itt talán Görögország környéke, Olaszország, Észak-Olaszország és Franciaország környéke. Nagyon jó gyerekek, nagyon jó, és gondolom még állokolódik. Még több. Na jól van gyerekek, akkor hogyha van kedvetek ezt végig küzdeni velem, akkor írjatok. És jövök a következő résztel. Szuper játék. Komolyan mondom. Tök jó egyébként. Jó, mindenki végigjátszotta már, én meg itt most ennek örülök. Na jó, sziasztok, jók legyetek, csáááá.